Néhány évnyi kihagyás után szervezték meg ismét Szekszárdon a Hári János Mesefesztivált, a Babics Kulturális Központ és a Művészetek Háza előtti területen gyereknapkor. A kétnapos esemény meg annyi érdekes és változatos programot kínált. A gyerkőcöknek és szüleiknek alkalmuk nyílt népi játékok kipróbálására, ostorcsattogtatásra és kézműves foglalkozásokra is, ahogyan meghallgathatták, sőt, aktívan kivehették részüket Szabó Eszter interaktív koncertjéből is. Hát itt mindig nagyon jó, és hogy ideértünk, eszembe jutott, amikor jó pár évvel ezelőtt, ugyanezen a fesztiválon, mint kiderült 5 évvel ezelőtt, mi is itt voltunk, és hát mindig nagyon jó érzés. És aztán jöttek a technikusok bentről, és mondták, hogy hát múltkor itt voltál a Nógrádi Gergővel és a Koltai Robival, úgyhogy eszembe jutott, hogy velük is voltam itt a Falusi Marianos koncertemmel is, és hát a gyerekzenekarral pedig már legalább 3-4-szer. Mindig nagyon nagy öröm, mert mindig jönnek új arcok, mindig jönnek új gyerekek, mert ugye ez egy olyan műfaj, hogy akik akkor voltak gyerekek, amikor először voltam itt mondjuk 10 évvel ezelőtt, azok már ugye most már gimnazisták. Igen, ez a 10 óra azért korai szerintem a szülőknek is, főleg szombaton, de azért csak megjöttek a gyerekek, és hát gondolom, ilyenkor a szülő mindig fölkészül az egész napra, hogy úgyse lehet innen majd a gyerekeket elhurcibálni, úgyhogy mire minden előkészül, addigra nehezen érnek ide, de hát ránk is egyébként egy húzós hétvége vár, hiszen nagyon sok különböző helyen fogunk föllépni, innen egészen Pannonhalmáig megyünk, ami állítólag 2,5 óra volt, úgyhogy bejárjuk az egész országot ezen a hétvégén, ami egy csodálatos dolog egyébként, mert tényleg mindenhol azt éljük meg, hogy a gyerekek mennyire fontosak és mennyire számítanak, egyrészt a városvezetők részéről, ugye, hogy megtartják a gyereknapot, szánnak erre időt és hát pénzt is, hogy ezek a programok megvalósulhassanak, és nekünk meg nagyon jó, mert találkozhatunk újra a gyerekekkel, tehát főleg a Covid óta ez a személyes kapcsolat a gyerekekkel felértékelődött. Hiába vagyok ott minden reggel, sőt, hát most ebben a hónapokban napi 2-szer a Jim Jam csatornán, az nem olyan, én nem találkozom velük. Én itt tudok velük találkozni a koncertek közben, után, akkor látom, hogy kit, hogy érintenek ezek a dalok, kinek mi tetszik a legjobban, és ezek a visszajelzések egy előadó művésznek nagyon fontosak. Az esemény tényleg talán kissé lassan indult, hiszen korai volt a kezdés, azért hamarosan megteltek a zöld területek, és a rögtönzött játszóteret is elfoglalhatták a kicsik. Most jöttünk, igaz? Most jöttünk, körbenézünk. Jónak tűnik. Árnyék van, jó idő, úgyhogy körbenézünk. A népi játékok nagy sikert adattak, volt bennük újdonság, csalafintaság és izgalom is. Köszönjük szépen, nagyon jól. Miket csináltak eddig? Ezeket a népi játékokat próbáltuk ki a gyerekekkel. Ez nagy kedvenc, tavaly előtt is, úgyhogy főleg ezért is jöttünk. Meg a kisállat. Kisállatokat is végig simogattuk, ugye a kakas, tyúk, aztán van ott egy rejtett ketrec, aminek sötét a bejárata, és hát állítólag be kell nyúlni, és ki kell találni, hogy milyen állat van bent. Tőlem is kérdezgették, és akkor mondtam ugye, hogy kölyök krokodil, illetve kölyök oroszlán, és ki kell találni ugye, hogyha benyúl a gyermek, hogy vajon melyiket érzi ott. És ott, hát a gyerekek persze kíváncsian próbáltak benyúlni, szülők komolyabban vették, és nem tudjuk még mi van, tehát ott a két kis fekete lyuk, meg a szellőző, úgyhogy az egy nagy fekete folt, és kérdőjel még, hogy mit rejt. Tehát minden ilyen rendezvényen ugye kell egy kis titok, hogy gyerekeknek, ami meglepetést okoz, és még nem derült ki, hogy mi van abban a dobozban.
kíváncsian várjuk. Bár az nem derült ki, milyen állat is rejtőzik a dobozban, voltak, akiket nem is ez érdekelt, hiszen helyette tekészhettek, festhettek, varhattak vagy újbábozhattak. Jó. Miket csináltál? Ostoroztam, haláztam, és még ott a bójákat azokat ledöntöttem azzal a golyóval. Két nagy lányomat hoztam el erre a kreatívos sátorhoz, hogy jól érezzük magunkat, illetve a kisebbnek lesz óvodai fellépése, nem sokára előadása. És izgul? Igen. A gyerek is és én is. Aki először, az lesz, akkor a katonák fogják. El kell mennem katonának. Igen, és utána a hercegnek is lehet. Igen, el kell mennem először katonának. Igen, na gyerünk, menjünk. Hóha, el kell mennem a csatába, és csak utána jössz hozzám feleségül? Igen. A rendezvény egyik nagy dobása volt, hogy Berlinger Attila nem hagyományos köszöntőt mondott, hanem mesélt a gyerkőcöknek. És a macska hajtott tovább. Egyszerre csak rászállott a szekére 10 fecske és 10 pacsirta. Nem is kérdezték a macskától, hogy szabad-e, nem-e. Szépen letelepedtek és mentek ők is. Még egy jó hajításnyira sem mennek, egy csomó gombostűt találnak az úton. Kérdi a macska. Hát ti meg hogy kerültetek ide? Mi bizony úgy, hogy egy társunk megszúrta az asszonyunkat, és az asszonyunk haragjában mind kidobott az útra. Hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy több évnyi kihagyási szünet után 2024-ben újra eljött egy várva várt olyan városi esemény, amely a 2019-et megelőző években a város egyik kedvenc rendezvénye volt. A Hári János Mesefesztivál egy nagyon szép hagyományokra visszatekintő és elsősorban a gyerekeknek és a gyermekes családoknak szóló esemény. Ez hagyományosan mindig a gyermeknap hétvégéjére, gyermeknaphoz közel tervezzük. Idén a naptár is kegyes volt hozzánk, hiszen holnap vasárnap gyermeknap is van, így ez a két nap egy dupla ünnep is, megint csak a gyermekek és a gyermekes családok számára. A Babics Mihály Kulturális Központ környékén, azon a hagyományos területen, amely a korábbi években is zajlott, ahol ez a fesztivál zajlott, számos közreműködő partnerrel együtt két napon át, 10 és 18 óra között rengeteg gyermekeknek szóló program valósul meg. Az a sok-sok kézműves foglalkozás, ugrálóvár, bungee jumping, népi játékok, foglalkozások, színpadi produkciók, koncertek, este szombaton egy gyönyörű fényfestéssel fogják igazából keretbe foglalni a napot, amikor is a Művészetek Háza falán 8:30-tól megelevenednek azok a gyermekrajzok, amelyek az elmúlt hetek rajzpályázataira beérkeztek hozzánk. Ez egy csodálatos élmény lesz, úgy gondolom, maguknak az alkotóknak is, hogy egy ilyen szép környezetben láthatják viszont a rajzaikat. De hát vasárnap, ahogy említettük, gyermeknapot sem állunk meg. Szeretném megköszönni annak a sok-sok kiváló együttműködő partnerünknek, akikkel amúgy is az évek során mindig együtt dolgozunk. Egyszerűen nehéz felsorolni is, de néhány nyukat mégis hadd említsem meg, mentálhigiénés műhely, a Babics, a Platán Nyugdíjas Klub, Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vosinski Mór Múzeum, Éj és Gyula Könyvtár, és nagyon-nagyon sokan, elnézést, hogy az idő rövidsége miatt mindenkit nem tudunk felsorolni. Hálásak vagyunk, ez mindig egy közös összefogás eredménye, és nincs szebb annál, amikor mosolygós gyermekarcokat, önfeleddel játszó gyerekeket, ugyanúgy mosolygó szülőket látunk, úgyhogy abban bízunk, hogy a következő években már semmi nem fogja akadályozni azt, hogy évről évre megrendezhessük a Hári János Mesefesztivált. Csak ismételni tudom magamat, hogy ez az egyik legszebb ünnep. A gyermekek őszinte mosolya és az őszinte vágya az mindig meghozza a mi munkánk gyümölcsét. Mindig igyekszünk akár a kulturális központban, akár a szabadtéren gyermekeknek szóló programokat is kínálni egy nagy-nagy fesztiválon, legyen szó a születi napokon vagy pünkösdi fesztiválon, de ez mégis egy speciális történet, amikor csak a gyermekek köré helyeződik egy kétnapos program. Úgyhogy ismételném magamat most már sokatszor is, adja a jó ég, hogy évről évre ezt a két napot, vagy ahogy a hétvége kiadja ezeket a napokat, a gyermekeinknek szánhassuk és önfelett vidám hangulatban tölthessük el ezt az időszakot. Már itt is vannak. Sárgaléka, jaj, de jó! És
Mesefesztivál bizonyosan nagy sikernek örvendett. Színes és érdekes, mozgalmas és kalandos programon vehettek részt gyerekek és szülők, hiszen az ő ünnepük is volt ez. A rengeteg mosolygós arc, amint gyermekeiket figyelték, legalábbis erről árulkodott.